Spaceclean megnyitását követően ez ablak fogad minket. Geometriát nem kötelező úgy megrajzolni, ahogy én megrajzolom, tehát azokban a síkokban, illetve azon tengelyek mentén kihúzni, azonban célszerű ezt használni. Az én esetemben a forgástengely, a feladat forgástengely az a Z tengely lesz. Itt a rajzoló felület bal alsó sarkában található ikonnal lehet beforgatni a koordináta rendszert. Majd ha rajzolni szeretnék, akkor kiválasztom itt alul ezt a Select New Sketch Plane, kiválasztom az új rajz síkot, ez az XY sík lesz. Ha ez megtörtént, ezt követően itt a módnál lehet látni, sketch módban vagyok. És rajzolok összesen 3 darab kört. Kiválasztom ennek a síknak az origóját, és az egeret mozgatva az első, amit megrajzolok, az a vasmag. Annak a sugara 3,6 mm, tehát 7,2 mm lesz az átmérője. Majd ezt követően rajzoljuk következőt, hogy itt 4 mm a belső sugara. A tekersnek tehát 8 mm lesz az átmérője, majd a harmadik körünk, az pedig 10 mm, mint külső sugár, tehát ez 20 mm lesz ebben az esetben. És ha megrajzoltuk mind a hármat, az Esc lenyomásával kilépünk ebből a rajzmódból. Ezután áttérünk erre a 3D módra, ezt követően lesz egy felületünk 3 különböző résszel. Ezekből a felületekből fogjuk elkészíteni a testeket ezen felületek kihúzásával. Ehhez itt az editnél a pult kell kiválasztani. Választjuk ki először magát a vasmag első részét. Majd ezt követően ennek a magassága az 14 mm, illetve nem szabad elfelejteni, mert már rákattintottunk. Utána vagy itt válasszuk ki, ez a Pull Both Sides, vagy itt a menüben, itt a Properties-nél. És akkor elkezdjük húzni, majd beírjuk azt, hogy 14 mm. És ugyanezt megtesszük a tekercsel is. Ennek a magassága az 20 mm lesz. És ezekkel kész vagyunk, akkor egyszerűen az Esc lenyomásával visszatérünk a Select módra. Azonban marad egy felületünk itt középen, ezt célszerű kitörölni, erre nincs szükségünk továbbiakban. Könnyebb értelmezhetőség véget, célszerű átnevezni az objektumokat, itt vasmag, illetve teker. Valamint arra ügyelni, hogy ékezetes betűket ne használjunk. Tehát csak az angol ABC betűit használjuk az elnevezése során. Illetve 3 kattintás után kiválasztjuk a testet, és itt adhatunk neki más színt is, mondjuk a tekercsnek, lehet valami részszíne, illetve a vasmagnak, mondjuk valami fémesebb szín. Majd ha megvan mind a tekercs, mind a vasmag, meg kell rajzolni a tekercs keresztmetszetét, amire megadjuk a gerjesztést. Ezt a következőképpen fogjuk megtenni. Itt a Create objektumok között kiválasztjuk ezt a plane. Tehát egy síkot rajzolunk, és vagy a geometria középvonalát kiválasztjuk, ez a legcélszerűbb, hogy kiválasztjuk a geometria középvonalát, vagy megkeressük mondjuk az Z tengelyt, így is el lehet készíteni ezt a síkot. Majd rákattintunk erre az objektumra, és lehet látni, hogy elkészült nekünk
síkunk, ezt nyomunk, mivel minden újabb egérkattintás követően egy újabb sík jön létre, és tulajdonképpen egy síkra van szükség. Ezt az ilyen síkokat lehet arra is használni, hogy megnézzük a keresztmetszetét a geometriának. Tehát, ha kiválasztjuk ezt a síkot, és rákattintunk itt a módnál, a selection módra, akkor megnézhetjük a geometria keresztmetszetét. Illetve ugye ezt a síkot fogjuk használni, mint rajzsík. És annyit kell tenni, hogy a tekercs valamely keresztmetszetébe rajzolunk egy négyszöget. Kiválasztjuk valamelyik sarkát, és húzzuk a következő sarkáig. És ez megvan, Escape-et nyomunk, visszatérünk a 3D módra, és látjuk, itt megjelenik nekünk egy felület a keresztmetszetébe. Ezt követően kistörölhetjük a síkot, mert nincs a továbbiakban szükség. Azonban ahhoz, hogy maga a tekert, ez a felület egy egységet alkosson, meg két külön objektumot, a dizájnnál létre kell hozni egy új komponenst, és ebbe a komponensbe ilyen drag and drop módszerrel behúzhatjuk mind a tekertet, mind ezt a felületet. Így ők egy komponens. Emellett, ha létrehozunk egy új komponens, akkor az új komponens lesz az aktív komponens, és a többi komponens azt úgymond lefagyasztja a Space Cream, amiatt, hogy akkor most jelenleg mi ezzel a komponenssel dolgozunk, a többi ne tudjuk változtatásokat végrehajtani. Ezen változtatni szeretnénk, hogy a dizájnnál jobb egérkattintásával tudjuk ismét aktívvá tenni. Ez pedig a következő miatt ez fontos. Egy paraméteres vizsgálatnál jelen esetben, hogy mozogjon a vasmag, következőképpen tudom ezt megtenni. Kiválasztom az egész vasmagot, vagy itt három kattintással, az első kattintással egy felületet választok. Két kattintás esetén annak a testnek az összes felületét, és három kattintásra választja ki tényleg az egész test. Kiválasztom a vasmagot, akkor az Edit módnál a Move-ra kattintva én az E tengely mentén eltolom ezt a vasmagot 8 mm-rel, vagy itt mellette található ez a P betű, ha erre rákattintok, akkor innentől kezdve ő egy paraméter lesz nekem. Az összes paramétert, amit létrehozunk, mind itt a Group csoportban találjuk meg, ezt is átnevezhetjük mondjuk pozícióra, arra kell figyelni, hogy az utolsó U az ne legyen hosszú. És ezzel készen vagyunk, nem kell már tenni, mint elmenjük a geometriát, és bezárhatjuk a Space Cream-et.